Önök a Hajrát, a Debrecen televíziós sportmagazinját látják. Köszöntöm Önöket! Két javuló formában lévő csapat játszik óriási téttel bíró meccset pénteken este a női kézilabda NB1-ben. A DVSC Scheffler együttese az Érdet látja vendégül. A debreceniek ősszel nyertek idegenben, és meg is előzik riválisukat a tabellán. A lányok mégsem tartják magukat esélyesebbnek. Visszatért a megszokott edzés számhoz a DVSC. Januárban és februárban heti két tétmeccse volt a lányoknak az EHF kupa csoportköre miatt. Ez idő alatt az őszi formához képest jóval gyengébben játszottak Köszner Vilmos tanítványai. A rutinos vezetőedző szerint ennek a gyakorlás hiánya is az oka. Ez egy gyengékedő szólt, egy jellemző mondjuk a nemzeti kupában részvő csapatokra. Tehát a sok mérkőzés nem biztosítja azt a megfelelő edzésmunkát, azt a megfelelő számú taktikai edzést, amellyel ugye jól fel lehet készülni, és kiköszönben esetleg a hibákat. A DVSC az új esztendőben nem úgy folytatta a szezont, ahogy a decemberi világbajnokság előtt abba hagyta. Bár voltak jó meccsei, végül kiesett az EHF kupából, közben pedig a bajnokságban fontos pontokat hullajtott a Kisvárda és a Vác ellen. Biztató, hogy Arany Rebekáék a legutóbbi fordulóban magabiztosan nyerték meg a keleti rangadót Békés Csabán. Látszik a csapaton, hogy mostanában nem találja azt a formáját, ami esetleg előbb megvolt. Mindenképpen azon dolgozunk, és szerintem ugye ez már a Békés Csaba meccsen is látszott, hogy újra visszahozzuk, ha nem azt a formát, de azért közelít. És kíváncsian várjuk az Érd meccset, nagyon készülünk rá, többször is volt videó megbeszélésünk, átvettük a védekezés taktikát. Pénteken este az Érd ellen folytatódik a pontvadászat. A Loki egy ponttal áll a Pest megyeiek előtt a tabella negyedik helyén. Ha sikerülne legyőzni a vendégeket, a DVSC nagy lépést tenne a nemzetközi kupa szereplés felé. A két csapat parázs, feszültségektől sem mentes rangadókat vívott az utóbbi években. A debreceni játékosok a hazai szurkolók támogatására is számítanak. Mindenképpen segítség, ha a szurkolók velünk vannak és nekünk szurkolnak, hiszen ha azért mindenki kijön, ellátogat ide és egytől egyig a DVSC vagy bármit mondanak, akkor azért lehet, hogy az érdiek keze is megremeg. Szabó Edina csapata sem kezdte zökkenőmentesen az új esztendőt, kikapott a Dunaújvárostól és az MTK-tól is. Ráadásul a pályán kívül is vannak nehézségeik, kérdésessé vált a klub jövő évi szereplése. Függetlenítik magukat ezektől a problémáktól, amelyeket ugye itt a polgármesterrel kapcsolatban olvashattunk a költségvetésükre. Vonatkozóan, illetve sose foglalkozom mindenkinek a saját ügye. Én a legjobb érdre készülök, és bízom benne, hogy azt a hagyományt az utolsó években láttam a csapat, hogy itthon megverte, de ezt most is folytatja. A DVSC Scheffler Érd mérkőzés pénteken 18 órakor kezdődik a Hódos Imre sportcsarnokban. Hazai bajnokira készülnek a Deac férfi kosárlabdázói is. Az egyetemi csapat a tabella utolsó előtti helyén álló Szegedet fogadja szombaton. A debreceniek három meccses győzelmi sorozatban vannak, igaz a legutóbbi mérkőzés óta majdnem egy hónap telt el. Hosszabbításos meccset játszott novemberben Szegeden a Deac. A debreceni egyetem csapata nem játszott jól, de kihasználta a házigazdák hibáit, és végül két ponttal győzött a tiszaparti városban. Azóta sok minden változott, főleg a szegediek házatáján. Az akkori vezetőedző Angyel Komandics például azóta már a Deac stábját erősíti. A másodedzőben nincs rossz érzés előző munkaadójával kapcsolatban. Remélem, hogy a szezon végén mindenki boldog lesz Deac rájátszásban, Szeged meg bent fog maradni a bajnokságban, úgyhogy ez legyen a vége, a happy end. Szombaton azonban csak az egyik csapat győzhet. Erre a papírforma szerint a Deacnak van nagyobb esélye. A Szeged a várakozásokon alul teljesít ebben a szezonban. Jelenleg a tabella utolsó előtti helyén állnak Morisz köriék, de a debreceniek nem becsülik le az ellenfelet. Fontos tudni, hogy a Szeged annak ellenére, hogy ugye a bajnokság hátsó részében áll, nagyon jó csapat, és bárkit meg tudnak lepni. Ugye. Az elmúlt fordulóban ugye a Kaposvár sikerült meglepniük, meg is verték őket, úgyhogy
scoutoljuk őket, videózzuk őket, a játékosaikra felkészülünk külön-külön, úgyhogy igyekszünk nem alábecsülni őket, és a maximumot kihozni a meccsbe és megnyerni azt. A bajnokság csak nem egy hónapos válogatott szünet után folytatódik. A Szeged azonban már múlt héten játszott. Szrecskó Szekulovics csapata előrehozott bajnokin győzte le a Kaposvárt. A Deac legutóbbi három meccsét megnyerte, így kifejezetten rosszul érintette a szünet. Jó lendületben voltunk, de szerintem bírunk még jobb, meg szebb lendületben lenni, szóval pihentünk, szerintem jó készültünk ebbe a periódusba, és hogy készen fogunk állni. Kovács Adrián együttese a három meccses győzelmi sorozata alatt 67 kapott pontot átlagolt az egyaránt előtte álló Szolnok, Atomerőmű és az azóta már megelőzött Pécs ellen. Az elmúlt időszakban, ha valamiben, akkor a védekezésben sikerült nagyon sokat előrelépnünk, ugye a támadásban szerintem egy kisrádott a tehetséges csapat vagyunk, úgyhogy a védekezésünket sikerült összetenni, és ezen igyekszünk még nüanszokat javítani napról napra, úgyhogy szerintem jó úton haladunk. A Deac Szedeák mérkőzés szombaton este 7 órakor kezdődik az Olá Gábor utcai sportcsarnokban. Teniszünnep lesz a Phoenix csarnokban. Péntektől ugyanis Davis kupa selejtezőnek ad otthont Debrecen. A magyar és a belga válogatott csap majd össze, egyesben és párosban is. A selejtezők tétje a madridi döntőbe jutás. A rendezvényre a szervezők mintegy 4000 szurkolót várnak. Keményen edzenek a magyarok a Phoenix csarnokban a hétvégi Davis kupa selejtezőre készülve. Pénteken és szombaton a belgákkal csapnak majd össze. A fiúk minden nap két turnusban edzenek. A hazai csapatban a két top 100-as játékos Balázs Attila és Fucsovics Márton is játszik majd. Már alapból az, hogy idáig eljutottunk, hogy világcsoportba kerülésért játszhatunk, ez tényleg egy óriási dolog. Ezért is nagyon büszke vagyok a csapatra, és nagyon bízom bennük, hogy most is tudunk nyerni. Hát ez biztos, hogy az egész magyar tenisznek egy óriási dolog lenne. A magyar-belga mérkőzés győztese a világ legjobb együtteseivel küzdhet majd meg novemberben Madridban, a 18 csapatos Davis kupa döntőben. A játékosok nehéz mérkőzésre számítanak, de bíznak a továbbjutásban. Ati nagyon jó állapotban érkezett haza, bejött az első 100-ba, elődöntőt játszott egy 500-as versenyen, már régóta salakon játszik, úgyhogy ő nagyon érzi a salakpályát. Nekem egy kicsit nehezebb lesz átállni, de ahogy mondtam, egy pár napja már én is elkezdtem, és hétvégére készen állunk. A fiú Köves Gábor szövetségi kapitány irányításával készülnek az összecsapásra. Az esélyek latolgatásánál önbizalmat adhat például az is, hogy a világranglista 10. David Goffin nem lép pályára Debrecenben. Örülünk, hogy itt lehetünk Debrecenben, és nagyon jók a körülmények. Igazából amire oda kell figyelni, hogy egészségesek maradjanak a játékosok, jól fölkészüljenek, és mindent bele majd pénteken, illetve szombaton. A Phoenix csarnokban felállított úgynevezett kazettás teniszpálya tetszik a játékosoknak. A pálya, ez egy teljesen új borítás, ami új technológia. Az első benyomás jó volt a játékosoknak, még hozzá kell, hogy szokjanak. Egy kicsit eszi a labdát, tehát lelassulnak a labdák viszonylag hamar, de a mérkőzéseken azért nem lesznek olyan hosszú labdamenetek, úgy gondolom, mint ennek az edzésen, és nem hiszem, hogy ez majd gondot jelent. Már a belgák is kipróbálták a salakpályát. A szervezők mintegy 4000 teniszkedvelőt várnak Debrecenbe. A jegyek jól fogynak. A teniszünnep holnap délután kezdődik a Phoenix csarnokban. Önök a Hajrát látták. Új műsorra legközelebb hétfőn jelentkezünk. Addig is köszönöm a figyelmüket. Viszontlátásra!